Kopaszkutya. Szomjas György kultikus zenész szatíráját 1981-ben mutatták be. A film a P-Mobil és a Hobo Blues Band fiktív metszetén keresztül mutatja be egy korabeli rockbanda életét. Főszerepben Schuster Lóránt, Földes László és Deák Bill Gyula. Egész életemben volt egy olyan fixa ideám, hogy én egyszer filmsztár leszek, és legalább egy filmben főszereplő, és ez teljesen úgy voltam vele, hogy na, hát ezt erről beszéltem. Nálam 1956-ban kezdődtek a dolgok, amikor 16 éves voltam, és két nagyon fontos dolog történt velem. Az egyik, hogy a budapesti forradalmat végigéltem az utcán, és másrészt, hogy a rock'n'rollt meghallottam. Tiéd a zene, enyém a tánc, tiéd az óra, enyém a lánc. Kardos István, aki a forgatókönyvet írta, sajnos ő sem él, ugyanúgy, mint a film operatőre, a Halász Misi sem. Ő vett fel egy csomó kazettát megtörtént esetekkel, ami velem, velünk, más zenekarokkal és egyáltalán a szakmában történt. Hát a film tele van ilyennel, mégsem egy létező zenekar története, de létező zenekarok történeteiből lett összerakva. Az alaphelyzet az, hogy ezek szeretnének betörni, de közben most akkor kinek feleljünk meg, a hivatalosságnak vagy a közönségnek. Lóri is azt mondja, hogy hát nézz körül, hát itt vannak a 30 ezer gyerek a Tabánban, hát most akkor mit akartok a tévével? Erre mondták később azt a magas helyen, hogy ez egy ilyen ellenkarrier történet. Én a dokumentarizmusból indultam így szakmai vonatkozásban, tehát elkezdtem járni a fiúkkal koncertekre, turnékra, és ott jegyezgettem a dumákat, a poénokat, és a modern kor betyárjairól, a rockerekről csináljunk egy filmet. A filmben az a szerep, amit én játszottam, az egy eléggé hálátlan volt, de végül is én lettem a népi hős, akit kirúgnak a zenekarból. Vesztes figura, aki végül is végtolja az egészet, és a beteljesülés az várat még magára. Ide figyelj, mi 10 éve ugyanazt csináljuk, csak sokkal jobban. Nem lehet 10 éven keresztül ugyanazt csinálni, nem értitek? A forgatókönyv. Az ember készhoz egy ilyen könyvet, aminek ahhoz a világhoz, amiben én élek és dolgozom, meg a többiek is, semmi köze nincsen. A fő vonal az elég hamar kialakult. Az egész magyar rockban ugye volt egy korábbi fázis, amikor egyáltalán a magyar nyelvű számok ugye elindultak, és itt pedig ez a bizonyos proli rock vonal kezdett bontakozni, és hát ez nekem tetszett, hogy földközelbe rántsuk le a dolgokat, és akkor menjünk le kutyába, stb. Volt a filmnek egy aranyos kis kutya szereplő, és ő volt maga a kopasz kutya, a menhelyi kutyus. Hát ő nem tudom, hogy kapott a gázsit, de nagyon aranyos kis blöki volt. Lassabban kopasz, Mária biztos éhes. Billnek a személye nagyon fontos, ugye, hogy ugye azt mondják, hogy ha ti azt mondjátok, hogy Kőbánya Blues, akkor én azt mondom, hogy Bill. Ő is ezt a bizonyos kapcsolatot a hétköznappal, a külvárossal, ezzel a fajta rock világgal, ami akkor már kiszélesedett. Ne rám, ne rám! Ne rám, ne rám! Ne rám, ne rám! Vannak olyan jelenetek a filmben, amiket én találtam ki. Akkor berugom az ajtót, mikor kimegyek a WC-re, és berugom az ajtót, és akkor utána megkérdezem a filmbeli feleségemtől, hogy megy már a híradó, és ennyi. Hobótól egyszer csak meghallottam az egyik forgatási napon, hogy Allen Ginsberg Budapesten van, és akkor épp azt hiszem Gödöllőn forgattunk, ha jól emlékszem, vagy valahol itt a Pest közelben, és akkor mondtam, hogy hát akkor hívd ki, és akkor majd valahogy beexponáljuk őt a filmbe. Lemengedték bemutatni, megnézték a filmet, és tulajdonképpen frász kaptak tőle, és először csak ilyen zárt körű vetítéseken ment, és utána nem is Budapesten, hanem Szolnokon mutatták be egy szolnoki moziban. Szerencsére a fősőbb nagyhatalmú szervek egy idő után rájöttek, hogy nagyobb balhé, hogyha betiltják, mint hogyha engedik. Azt mondták, hogy föl fogják szakítani a széksorokat a moziban a fiatalok.
Én meg próbáltam magyarázni, hogy hát élőben a rock az sokkal hatékonyabb dolog, mint moziban. Ezekből slágerek lettek, ezekből a számokból, és játszotta mindenki. Az elvtársak nem láttak ilyen koncertet, ez nagyon érdekes dolog. A magas elvtársak a nagy tömeget egy rockkoncerten ebben a filmben látták meg először. Noha évek óta ment már a Tabánban a buli, csak hát éppen a tévé azt nem közvetítette. Kopasz, ugya,